Készül az új civil törvény, ez mennyiben fogja érinteni a pécsieket? A civil törvény az összes Magyarországon bejegyzett civil szervezetre fog vonatkozni. Ugye ebbe közel 70 ezer szervezet van az országban bejegyezve civil szervezetként. A törvény lassan benyújtásra kell a parlamentbe, de mielőtt benyújtaná a közigazgatási minisztérium, kezdeményeztem, hogy legyen társadalmi vitája ennek az országban. Minél több helyen, 6 helyen ilyen regionális fórumokat szervezünk ebben a 3-4 hétben, ahol a civil szervezetek megismerhetik ezt a koncepciót, és elmondhatják a véleményüket róla. Ezek közül azokat, amik általánosak és valóban elfogadhatóak, szeretnénk még beépíteni a törvénybe, és majd úgy a parlament elé vinni. Elég sokat foglalkozik ugye a civilekkel. Mi az a legégetőbb probléma, amely őket leginkább érinti, illetve szeretnének benne változás? A törvény alapvetően át fogja rendezni a civil szférát, mert itt majd az előadásban fogjuk is látni Kákai tanár úr előadásában, hogy sajátosan alakult a magyar civil szféra, belekerültek gazdasági szervezetek is, úgynevezett közhasznotársaságok, majd később non-profit gazdasági társaságok néven, bekerültek tulajdonképpen politikai szervezetek, a közalapítványok címén, ezeket önkormányzatok vagy az állam hozta létre, és igazából politikai célokat szolgáltak sokszor. Ezeket mind megpróbálja kiszűrni ez a törvény, ezek nem lesznek civil szervezetek, hanem a valóban alulról jövő kezdeményezések, közösségi célokat szolgáló kezdeményezések lesznek civil szervezetek, az alapítványok, egyesületek és ezeknek a szövetségei. Tehát ez egyik alapvető változás a korábbiakhoz képest. A másik, hogy a rétegződése ezeknek a szervezeteknek az hármas osztatú lenne. A közhasznú szervezetek ezután csak azok lennének, akik állami önkormányzati feladatot végeznek, közösségi feladatot végeznek, és ilyen szerződést is tudnak kötni, és lesznek olyan feltételei ennek, hogy főállású alkalmazott, meg bevételeknek az arányát meg kell határozni és bemutatni, és így tovább. Azok a szervezetek, amelyek ezt vagy nem kívánják, tehát nem ilyen feladatot akarnak végezni, vagy túlzott adminisztrációs tehernek, meg pénzügyi tehernek ítélik meg a közhasznúságot, azok sima szervezetként, civil szervezetként regisztráltathatják magukat. Mindenkinek újra kell egyébként regisztráltatni magát a törvény után, minden szervezetnek. Őrájuk azért vonatkoznak számviteli meg egyéb szabályok. És azok a civil szervezetek, akik egyszerű hobbi tevékenységet folytatnak baráti, kuglis baráti körtől a horgászokig, azoknak még feltétlenül szervezet jogi személyiségi formát sem kell kérniük, hanem civil társaságként beegyeztetik magukat a bíróságon, de rájuk szinte semmilyen adminisztratív teher ezután nem hárul. Még most így van, mert a Horgász Egyesületnek ugyanolyan feltételeket kell teljesíteni, mint mondjuk egy intézményeket működtető egyesületnek adott esetben, tehát a számvevőszéki és egyéb vizsgálatok tekintetében. Úgyhogy egyszerűbbé, átláthatóbbá válik a szektor, és nem utolsó sorban kikerülnek a politikai és gazdasági szervezetek a civil szervezetek közül, azért érdekes lesz az előadásban ezt is hallgatni, mert kiderült, hogy a bevételek, tehát a civil szektor bevételeinek több mint 50%-a ezeknél a gazdasági szervezeteknél, meg politikai szervezeteknél landolt. Tehát elszívták a levegőt a valódi civil szervezetek elől. Ugye a civilek általában azt mondhatjuk, vagy azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen magánpénzből gazdálkodnak. Persze, hogy itt egyesületekről, egyebekről, non-profit, stb. Beszélhetünk, és ugye általában az adó 1%-a. El szeretnének-e érni olyan valamilyen gazdasági változást, hogy kicsit könnyedébben lehessen mondjuk átlátni magát a könyvelést például, vagy azt, hogy pénzhez jussanak? Igazából, hogyha a törvény biztosít majd ilyen lehetőségeket, ennek nagyon fogunk örülni, viszont itt szeretném kihangsúlyozni még egyszer, hogy itt a biztosíték az, ami nagyon fontos. Tehát nem azt akarjuk elérni, hogy ne lássanak bele a civil szervezetek könyvelésében, ne lássanak bele a civil szervezetek támogatásába, viszont amennyien lehet egyszerűsödjön. Hiszen azt látjuk, hogy akár jogilag, akár anyagilag a civil szervezetek szerepe egyre nehezebb lesz, viszont a civil szervezetek nagyon sok segítséget jelenthetnek. Maradjunk egy picit a házunk táján, a Misina Egyesület háza táján, ott most jelenleg mi a helyzet? Ha az Egyesület támogatottságát nézzük, azt gondolom, hogy elég magas. Ha a jogi megfelelését nézzük, azt gondolom, hogy ennek is próbálunk folyamatosan megfelelni, viszont természetesen mindenhol vannak olyan jogi kritériumok, amelyek helyenként fedik egymást. Nálunk például ilyesmi, mondjuk, hogy állattartó telep vagyunk-e, vagy valami más pályázati rendszereket hogyan lehet elérni, hogyan lehet hozzáigazítani.
Ezeket a jogi formulákat mindenképpen jó tisztázni. Jó tisztázni akár egy állatvédő egyesületnél is, hogy milyen formában működik. Mondjuk egy egyesület az egyértelmű, de milyen helyzet az alapítványokkal, amik szintén egyébként viszonylag egyértelműek. KHT-k és ezek a formák hogyan működnek, ez egy külön kérdés. Ha a jogi vonulatait, vagy a pénzügyi vonalásait nézzük a történetnek, mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy több lábon álljunk. Anyagilag azt gondolom, hogy a több lábon állás egy szervezetnek a hosszú távú működését is biztosíthatja, viszont hogyha ezeket a lábokat erősen faragják és erősen billegnek, akkor nagy gond lehet. Itt az egyik láb például lehet akár egy 1%-os támogatás, lehet akár egy NCA-nak a működtetése, és minden olyan civil finanszírozási rendszer. Azt még lehet szeretném hozzáfűzni, igazából nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy megnyílnak az Európai Uniós források. Na most a civil szervezeteknél pontosan ez, ami nagyon fontos, akár egy új törvénynél, hogy ezekhez a forrásokhoz és ezekhez a folyamatokhoz hogyan tudnak csatlakozni a szervezetek. Minden lényegi információt szeretnénk rögzíteni, ami a civilek életét meghatározza. Jelen pillanatban több tíz, szinte százas nagyságrendben vannak szétszórva különböző jogszabályok dzsungeleiben a civilekre vonatkozó szabályok. Egyszerűen ki sem lehet igazodni bennük. Úgy gondoljuk, hogy ha egyszerűsítjük a különböző előírásokat és egy helyre telepítjük, minden érdemi folyamatot egyszerűsíteni tudunk, kezdve egy civil szervezet alapításától, a működésén keresztül, egészen addig, hogy azt is rögzíteni tudnánk, hogy milyen jellegű támogatásokra és milyen feltételek fennállása esetén jogosult egy civil szervezet. Úgy gondoljuk, hogy ennek eredményeképpen erőforrások szabadulhatnak fel a civileknél, pénzügyi, emberi erőforrások, hiszen ma egy civil szervezet munkatársa leginkább az adminisztrációval van lekötve, ahelyett, hogy azokért a célokért, azoknak a céloknak az érdemi megvalósításáért tudna dolgozni, amiért az a szervezet létrejött és működik, és ezen túlmenően pedig hosszú távon kiszámíthatóvá tesszük a civileknek az életét. Bécs civil hagyományai rendkívül gazdagok. Néhány hónappal ezelőtt, amikor a koncepciót ismertettem a Közigazgatás és Igazságügyi Minisztérium nevében, akkor is hihetetlen sokan vettek részt ezen az egyeztetésen. A mai egyeztetésen is szinte százas nagyságrendben számolható a résztvevőknek a száma. Az előző egyeztetésnél is rendkívül értékes és fontos javaslatokat, információkat szereztünk, amelyeket bedolgoztunk a készülő törvényjavaslatba, és nyilván ezekről is szeretnék tájékoztatást adni a jelenlegi, a jeleni látogatás során.